You're in the furnace. Jazz Jackrabbit. Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Jazz Jackrabbit 2. Ugye belekezdtem nemrég az egybe, csak hát nem sikerült befejeznem, mert hogy eléggé rossznak tartottam. Az a baj, hogy átláthatatlan a játékmenet, és hát egyszerűen nem lehet kijátszani, és lehet, hogy ki lehet játszani, én nem próbálkozok vele inkább tovább, mert borzasztó az irányítása. Szóval gondoltam, hogy a legjobbhoz fordulok, mert én mindig is jobban szeretem a kettőt. Az egyen mondjuk nem játszottam, azért is akartam kipróbálni, de a kettő az igazi. Maga az egész, hát ez a zene is, milyen nosztalgikus, meg azért eléggé jó. Meg maga ez a menüje is. Tehát a tök jó. Na, szóval a Jazz Jackrabbit 2 98-ban adták ki, 4 évvel azután, hogy az egyet kiadták. 4 évet dolgoztak rajta, de hát megérte. A fejlesztő és a kiadó az Epic Mega Games, ugye a mai napokban csak Epic Games-ként ismerhető. Hát nem hittem be, hogy ők adták volna ki. Na, nézzük akkor. Single player party mode. Hát igen, ez azért is ikonikus ez a játék, mert nem elég, hogy single player torni, még lehetett kóba is tolni. Ugye hát valaki a VSD-vel, valaki meg a fel jobbra balra nyilakkal játszott. Single-be fogom tolni. Na és akkor ezzel kell kezdeni a The Secret Files. Jazzy Time. Ezek amúgy szerintem utalások. Tehát ez például vissza a jövőbe. Ezt nem tudom mi. Nem tudom mi. De ez biztos, hogy vissza a jövőbe, már a logó alapján is rá lehet jönni. Ez nem tudom. Flashback. Azt is ezt sem tudom. Funky Monkeys. Ezt sem tudom. Ezt sem tudom, ez nem tudok rájönni ezek alapján. De ez Doom, ez biztos. Ez Doom. Hát ez meg ilyen karácsonyi kiadás. Hát aki tudja, az esetleg írja a kommentbe. Na, nézzük akkor. És akkor három karakter közül is lehet választani. Én úgy emlékeztem, hogy kettő karakter közül lehet választani. De lehet, hogy az alapjáték volt, nem tudom. Mert elméletileg ezt a Secret Files-t, ezt később adták. Nem tudom, én úgy játszottam régen, hogy vagy Jazz-zel, vagy Spence-zel. És akkor Lori, hát Lori a igazából a királynő, akit megmentettünk ugye az egybe Jazz-zel. Hát nem tudom. Hát mindegy, leszek Jazz-zel jó az. Spence-zel? Nem jó lesz az. Hard, medium vagy easy. Hát legyen medium jó az. What's the move? Hát azért másabb a feeling és mert jobban átlátható itt az egész. Wow. Kicsit lejjebb veszem hangot, mert lehet, hogy egy kicsit hangos. Hát talán így jó lesz. Hát egy kicsit hangos lenne.
Szóval így jobban átláthatóbb ez az egész. Meg jó pontszámot így nem látni a felvétel miatt, de... sokkal jobb így. Hát az volt a baj az egyel, hogy ilyen full közelre, mert azt nem láttam egyszerűen, mi van hátam mögött, mi van alattam, mi van felettem. Itt meg annyira szépen átlátható. Sokkal szebb a tér is azért. Üdvözöllek a Jazz Jack Rabbit 2 The Secret Files-ba. Csak beállítottam úgy, hogy én hát a nyilakkal fog mozogni. Kontrollal lehet lőni. Space-el meg ugrok. Úgy néz ki amúgy, mint valami... hát ilyen húsvét föld. Miért nevezzem, hogy minden a tojás. Itt Latteki. És akkor itt ilyen gyémántokat is lehet felszedni. Ez mondjuk nem megy időre. Mondjuk az egy sem ment időre. És nincsen legalább fall damage. Bármikor át esettek szerintem. You can't get stumped, so go up and around. Aha, és itt van az, hogy tudok így, hogyha megnyomom duplán a space-t, akkor így tudok a fülemmel pörögni. Hát ez csak Jazz különleges képessége. Ezt mi akkor, hogyha ezt így... Aha! Na mondjuk itt jobban átlátható, de még attól féltem az egyben, hogy ha lejár az idő, akkor mi történik. Szerintem semmi. Még itt le is lehet ugolni rendesen. Na erre kell menni. Tehát nekem sokkal hangulatosabb. A zene is, minden. Hogy lett amúgy ezeket? Aha. És igen, hogyha felugrok, és lefele nyomom hosszan a lefele nyilat, nekem legalábbis, akkor így, hát így be tudom törni a a dolgokat, hogy gondolom ilyen dobozt, valamit, már nem nagyon emlékszem a játékban. Szóval sokkal több mindent tudok csinálni jazzzel is, mint az egyben. De akkor ezeket a felkiáltó jeleseket nem lehet betörni. Elképesztő milyen hangulata ennek a játéknak. Jó, sok cukrot szedtem össze. Már csak azt nem tudom, hogy ezeket a... Ó, igen! Szóval meg lehet ölni így a tekkősöket, de csak is úgy, hogyha így ráugrunk ezzel. Jó, tudni. Na és most, hogy betöltöm a dobozt, most már szabad a átjárás. Amíg itt van a tekkős, akkor már megölnek a brandban. Tekkős leves lesz. Tekkős pörkő. És ezeket a tojásokat nem tudom. Azt hittem, hogy ezeket a tojásokat is szét lehet törni, de csak dísznek van. Ajjajjaj! Mi a szúr? Hát igen, akkor úgy látszik, abban nem szabad beleesni. És a répa ad ugye életerőt. És ezek az indákai meg tud kapaszkodni. Ó, pite! Ez igen, jazz diszlexiás lesz. Only spells can get to the room up on the road. Aha, hát igen, spellsnek az a különleges képessége, hogy... Hát vicces, hogyha így afkolok, akkor mindig beszélnek valamit a karakterek. Szóval a spells tud olyat csinálni, hogy ilyen dupla ugrást. Hát mondjuk ezek nem számítanak szerintem annyira. Meg hogyha ezt ide letudom.
Nem tudok olyat, hogy így nekifutással. Meg hogyha ezt lelököm. Bár úgy is lehet, hogy talán... Nem tudok akkor átugrani. Ez direkt ki van találva így. Mi? Milyen erős ez az inda, hogy kibírja azt a nagy sziklát? Hát ez... Nem értem, hogy minek volt itt ez a szikla, de... Azt hittem, hogy le lehet lökni ide. Csoki nyuszi. Kicsit meg kell szoknom az irányítást. Ó, ez egy bomba volt, azt belerohadtam. Bombát is rejtettnek ezek a dobozok. Ez mert jó, hogy van itt egy ilyen visszalukő. Te ki? Bum! Mert a teknős levesbe. Bum! Éjjj, nem hagyunk életbe egy teknőssel. Ugye a főgonosznak dolgoznak. Valószínűleg. No rewards to choke. Oh. Congratulations, you played yourself. Ezt össze tudtam volna szedni ezt a kristályt, hogyha nem löptem volna le ezt a fotörzset. Mondom én ezt megint. Hogy itt is volt egy. Kúra, mindegy, nem számítanak annyira szerintem ezek a pontok. Legalábbis remélem. Meg is ide ez a fatörzs. Na, vagy hogyha elbaszod, akkor ugye nem tudja felemelni. Miért nem tudja, hogy felemelni, azt nem értem. Ez mi? Miért ugrák random, ja? Ja. Érzékeny a space-em. Cukor! Ott egy érme. Ó. Na és azt hogyan fogom felszedni olyan? Hát azt is szerintem csak spezzel lehet, mert ő tud duplát ugrani. Hát jobban jöttem volna, hogy a spezt választok. Ó, ezek meg új töltények. Ezek a pattogós lap. Pattogós töltények. Bum! Mondjuk ez jobb. Sem oda sem tudok felugrani. Nézzem, még oda sem tudok felugrani. Na, végre. Mondjuk azt kíváncsi vagyok, hogy mire számítanak a pontok. Hát, hogy tényleg csak így pontnak számítanak, hogy high score, meg ilyesmi, de... Mert hogyha csak ennyire számítanak, akkor... Fölösleges gyűjtegetnem. Így, né? Hát csak nekifutásból kell amúgy ráugrani. Így, né? Ó! Itt meg lesodor a szél, mert túl magasan vagyok. Elképesztő, hogy erre is gondoltak. Túl magasan vagyok, akkor így lefogy a szél. Itt már nincsen semmi. Még több teknős. Meg alapból is kivégezhetem így, hogyha csak ráadok. A mai
időjárás jelentés, erős a szél. Így nem hagyunk életbe egy teknőse. Ja, mesélek egy kicsit a történetről. Szeretem így mindig belevésni a játékba azt, hogy mégis miről szól az egész játék. Szóval, ugye a Jazz Jack Rabbit 1-ben volt a Devon Shell, aki erre volt a Eva Erlangot. A hosszú fölű Évát. És ugye az 1-ben megmentettük Jazzel, és hát később összeházasodott Jazz és Éva, és azután az történt, hogy a házasság közben visszajött Devon Shell, és a teknősei tönkretegyék a házasságát, aztán hát ugye bosszút állt Jazzel, és azért jött ez a Jazz Jack Rabbit 2, hogy ebben a játékban a testvérével, Lorival és Spezzel, mert így hárman ők a testvérek, hárman meg akarják állítani Devon Shell-t. Olvasgattam, hogy képességgel kapcsolatban, hogy mégis mi a különbség a három karakter között. Hát ugye Jazz az azt tudja, hogy tud ezzel a fülével így pörögni. Más nem nagyon olvastam. Spezz annyi, hogy ő tud duplát ugrani, Lori meg sokkal gyorsabb, mint Jazz vagy Spez. Tehát vele óvatosan kell azért játszani. Úgyhogy ennyit olvastam. Na de folytassuk akkor. Akkor meg kell állítani a Devon Shell-t. Amúgy úgy jöttem fel, hogy a Shift-tel. Az ilyen helyzetekben akkor a Shift-tel lehet csak így felugrani, mert az jobban tudsz akkor ugrani. Ó, de jó, leugrottam ide. Eating too many chocolate eggs can make you sick. Milyen kedves. Szerintem, ha túl sok csoki tojást eszek, akkor megbetegedhetek. Hát... ez lehetséges. Ó, de a nős a kis teknős még így lehúzta a fejét direkt. Ó, egy teknős páncélt rádobaj másikra, az széttörik. Ez így elég érdekes, hogy... és hogyha max életem vagyok, akkor nem tudok répát felvenni. Ez így elég érdekes, hogy... hogy bír egy nyuszi ennyi kaját megenni, ennyi nosit. Ez olyan szar, hogy... nem tudom átállítani, hanem úgy VOSD-re, az a gond. Sokkal jobban, nekem legalább sokkal jobban kézzel a VOSD. Nem tudtam egyszerűen beállítani az opciót. Még azért majd megpróbálkozok. Hát, ha sikerül. Hát... nézem, azt sem fogom tudni felszedni. Hoppár! Nekifutásból talán fel tudom szedni. Újdni! Megoldom én. Aha. Ez mi volt? Ez mi a szar? Ez ilyen bónusz hely? Hát... hát nem tudom mi ez, de elég fura, hogy így ilyen nehezen tudtam lejönni. Ja,
nem szedem úgy ezeket a coinokat, mert minden most lehet, hogy csak vannak, számítanak. Cast Fire. Az ott mi egy Puffin Lekvár? Egy a dobozba általában bomba van. De úgy néz ki, mint a Puffin Lekvár. Szóda, vagy valamilyen üdítő ital. Mondjuk jó is teszi, hogy iszik egy kicsit már, hogyha már annyi édességet megjött. Ez a vicces, hogyha mondjuk egy karakter így kiállunk nagyon a szélére, akkor így lesz, hogy mire gondoltak a készítők, amikor ezt megcsinálták ezt a játékot. Az egyben nem volt ilyen. Tanultak a hibájukból, azt látszik. Csak nem bírok felugrani. Ki kell ugrani ide a szélé, aztán úgy rá. Na végre. Ó! Oh. Ez meg ilyen pörkős húd. Ez érdekes. Ez azt nem tudom szépen. Ó, basszus, értem már. Jó, nem emlékeztem eljárva a játékban, hogyha összegyűjtünk 10 darab ilyen pénzérmét, akkor ott lehet fizetni annak a csávónak. Ja. Nem tudom, hogy ez mit akar, de szerintem bónusz életet ad. Ha jól emlékszem. Hogy vissza lehet majd jönni ide érte, csak... Jó, hogyha találunk érmét rá. És hogyan tudok feljebb... De felmenni. Vagy úgy kéne, hogy neki támaszkodok a falnak, de nem is lehetséges ebben a játékban. Hogyan jutok fel? Ja? Én hülye. Egyet csak a pitét. Szívesen lennék jazzel. Ilyen sokat eszik, azt nem is hízik. Find the crate to clear your path. Meg kell keresnem a dobozt, hogy tovább tudjak menni. Ez a doboz. Hát ez... Erre nem számítottam. Ja, ez volt az a doboz. Jelentek ezeket a gyémántokat azért kell gyűjteni, mert ezek a... hát a... az Évának a gyűrűjéből, mert a szegény Évának, mikor eljegyezte Jazz, akkor a gyűrét... Ó, ennyi volt. Szóval a gyűrét így szétbontotta Devon Shell, és gondolom ezek a darabjai. Hát, lehetséges. One road leads to riches. Ez egyik út a gazdagsághoz vezet, a másik a harcba. Hát akkor... most tudom. Akkor melyek mondjuk erre. Hát ez lenne az. És ezek milyen történik?
Ó, ez ilyen lángszó. Érdekes. Ez jönne a gazdagsághoz, ez a út, vagy mi? De úgy látszik, igen. Ez neked disznópörkő. Bum! Ó, milyen okosak ezek a teknősök, mert így lehúzzák a fejüket, hogy ne bírjam eltalálni. Ezeket meg is lehet pörkölni. Sloping Tunnel Entrance. Oh. Ezek ilyen titkos alagutak. Jó tudna, hogy vannak ilyenek is. Még azt hiányoltam, hogy... Azt sem tudtam, hogy ott van a pálya vége. De miért nem tudták úgy megcsinálni akkor, mint az egyben? Hogy egy tábla jelzik, hogy ott a pálya vége. Még elrejt a kis kosárkába. Én pont erre jöttem, szóval erre kéne jönni. Hoppá! Nézd, már megharapott a teknés. Ilyet is tud. Sugárás. Ó, értem már. És ez a sugáros azt akarja, hogy... Szóval, hogyha elegendő cukrot szedek össze, akkor cukorbeteg leszek. És... Hát... Nem tudom, akkor szerintem így gyorsabb leszek. Szerintem sértetetlen is leszek, nem tudom. Nem emlékszem annyira a játékra. Az a baj, ilyen régen... Ajaj. Ez a baj, hogy én régen is csak a demóval tudtam játszani. Nekem nem volt meg az eredeti játék, csak a demóval játszottam. Úgyhogy... Most amúgy ezeket hogyan tudnám átlátni az egyben? Sehogy. A disznó pörkön is. Nem csak az, hogy honnan jön ez a hang. Mikor én rákapaszkodok a indára, akkor ott ki a hangot. Ó, baszki! Nem kellett volna felugrannom, de... Ó, meg jó, hogy vissza tudok ugrani. Ott az kell nekem. Plusz egy élet. Plusz egy rép. Nyami! Azt mondja. Nyami! Ajjaj. Na ilyen be... Nem szívesen akadnék bele. De idegesítő. Nyami! Ez nekem disznópörkő. Hoppá! Itt szerintem nem kell annyira odafigyelni, legalábbis nem annyira alaposan, mint az egyben. Mert az egyben azért minden egyes... Ó, és ez a szép, ez a checkpoint. Ez a... Jack in the Box. Szó szerint Jack in the Box. Én már megkapott a hírteknős. Burn! Ó, jó muffin. Minden majd. Peter Muffin.
csoki, szaloncukor. És tök jó, hogyha sötét részben megyek, akkor így rendesen a pálya egy elsötétül. Ez elképesztő, hogy mennyi mindenre gondoltak. Nem hiába ez lett a széria legsikeresebbje. Én tudok, hogy csináltak Jazz Jack Rabbit 3-at is, de az ilyen, azt hiszem FPS nézetben van, de hát Jazz Jack Rabbit az arcade, és annak is kell, hogy maradjon, nem szabad FPS csinálni belőle. Nem tudom felégetni. Csim, ennyi teknős. Bum! Rá a páncélja. Újni. Még több kis kosárka, van benne gyémánt. Ó. Ó, ezt ki lehetett nyitni? Ez érdekes, akkor csak a szürke, ilyen szürke felkiáltóvesek azok, amikhez kell doboz, a kéket meg be lehet törni. Jó tudni. És erre a kijárat, hát már visszafele nem tudok menni. Mondjuk Spezzel meg tudnám oda, hogy visszaugrok. Túl sok előnye van Spezznek, ez nem tetszik. És ez így nem annyira fair szerintem egy játékossal, hogy rá vagy kényszerítve, hogy Spezzt hozzál, de másképpen nem fogsz összeszedni mindent. Szerintem egy kicsit unfair. Bust a move. Na jó, szerintem ilyen fogom folytatni, na ez csak el lehet menteni. Ja, el lehet menteni szerencsére. És ilyen fogom folytatni, akinek tetszett a videó, az nem egy lájkot, lájkozom fel, és találkozunk a következő részben. Addig is sziasztok!